Február második hétvégén került megrendezésre az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelölt válogatójának első fordulója. Az úgynevezett politikai X-faktor hazánkban először ad teret mind vidéki, mind fővárosi fiataloknak és idősebbeknek arra, hogy az Igen Szolidaritás párt támogatásával közelebb kerülhessenek az országgyűlési munkához. A jelentkezőknek három állomáson is bizonyítaniuk kellett rátermettségüket. Az első állomáson a párt koordinátoraival, Linka Péterrel és Káposznyák Istvánnal való megbeszélés során többek között szóba kerültek az indulás technikai feltételei, illetve az egyes választókerületek sajátosságai is. A második állomáson az Igen Szolidaritás képviselőpályázatának fő felelőse és arca Pál Éva, valamint lelkes média munkásaink segítségével a jelentkezőkről úgynevezett motivációs videók és fotók készültek. A felvételeken mindenkinek lehetősége adódott bemutatkozni és megosztani politikai nézeteit. Kivált kép a szocializmus modern újrakeretezéséről. Baloldalinak lenni a Magyarországon szerintem ez egy értékrend. A valódi baloldal az egy értékrend. Ez az a párt, amelyik a tömegeknek, a népeknek jót akar, jobb életet, szebb jövőt, és ezt szeretném én is a munkámmal elősegíteni. Többek között a magasabb jövedelmeket, hiszen ez az alapja. A családi pótlék igenis emelt legyen. Biztos fedél, a jó egészség és ez az ingyenes oktatás mindenki számára. Számomra ez fontos, mint családfő. Hiszek abban, hogy a társadalmi jólét csak a jogállamiság helyreállításával érhető el, hogy gazdasági lufik helyett fenntartható fejlődéssel kell építenünk egy tudásalapú társadalmat. Ehhez kell akarat, kell kitartás, és kell igen, szolidaritás. Miért a szolidaritás? Azért, mert ez a párt ez képes arra, hogy ezeket az embereket képviselje. Én pedig képes vagyok arra, hogy képviseljem a pártot is, és az embereket is. Munkát, itthont, otthon. Erről kell szólni a világnak, erről kell szólni annak, hogy Magyarországnak változnia kell 2022-ben. Nincs mese. Változtatnunk kell. Ezt követően a harmadik állomáson a párt elnöksége is kíváncsian várta a jelöltségre törekvők elképzeléseit. A rendezvényt minden résztvevő kifejezetten sikeresnek könyvelte el, az Igen Szolidaritás és a jelentkezők egyaránt. A nap végén a pályázók velünk is megosztották tapasztalataikat. De minden egyes perccel azt éreztem, hogy egyre pozitívabban, egyre biztosabban állok hozzá ehhez a dologhoz. Azt kaptam, amit vártam, teljesen jó volt. Úgyhogy ha valami nagyon-nagyon jó ebben a kezdeményezésben az, hogy tényleg közvetlenség van, és van lehetőség, hogy megmutathasd magadat. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés ebből a szempontból. Szeretek olyan emberekkel beszélgetni, ahol valóban az érvek érvelen való ütköztetése egyfajta eredményt hoz, itt ez történt. Nagyon jól éreztem magam, nagyon kellemes csapattal. Rendkívül konstruktív beszélgetéseken vagyunk túl, én élveztem. A jelöltállítási koordinátorok így vélekedtek az eseményről. Vidékről is több embert köszönhettünk ma sorainkban, és úgy érezzük, hogy kezdjük kiépíteni egyre több városban a saját kis bástyánkat, ahol majd ők tovább építik a saját kis sátraikat a bástyán belül. Azt kell, hogy mondjam, hogyha én egy X-faktoros hasonlattal élnek, hogy nagyon erős mezőny. Én ennek azért örülök nagyon, mert a tévében ugye el is mondtam, hogy én azt gondolom, hogy gyémántokat keresünk. És én azt hiszem, hogy nem is egyet találtunk. Úgyhogy nagyon örülök. Az Igen Szolidaritás vezetőinek véleménye a jelölt meghallgatások első fordulójáról a következő volt. Nagyon sok várakozáson felüli jelölt-jelöltel ismerkedtünk meg a tegnapi és a mai nap folyamán. Azok, akik itt eddig előttünk megnyilatkoztak, azokkal kapcsolatban azt hiszem, hogy a legmeglepőbb számomra, hogy mennyire közel érzik magukhoz a szocializmus ügyét. Ez egy vitatott szó Magyarországon, de én azt hiszem, hogy ez egy új reneszánsz. Rettentően jól éreztem magam, ami számomra a legboldogabb, hogy rengeteg fiatal jelentkezővel, leendő képviselőjelölttel ismerkedhettem meg. Csak olyan jelöltjeink, jelöltek jöttek, akik pontosan tudták, hogy hova jöttek, hogy miért jöttek, és fantasztikus embereket ismertünk meg. Természetesen még nincsen meg a 106 jelölt, de én azt gondolom, hogy az, amit célt kitűztünk magunknak, hogy szeptemberre itt föl fog állni ez a 106 jelölt, ezt teljesíteni fogjuk abszolút.